Szevasztok, gémerek! A mai videóban ezzel a WZ132 kötőjel egyel fogunk játszani, hiszen már egy korábbi videóban megnéztük, hogy a konceptötöt, illetve ugye ezt a tankákat árasztta le a Wargaming, a konceptről már elkészült a videóm, azt meg tudjátok tekinteni, és akkor ma ezt a WZ-t fogjuk megnézni, ami, ahogy már említettem nektek, közel sem a legjobb könnyű tank, de megpróbálja kihozni belőle a legjobbat, és hogyha itt sikerülne kijátszanom egy Mantit, az nagyon-nagyon jó lenne nekünk. Úgyhogy meg is próbálom ezt tenni. Alapvetően gondolkozok itt két pozícióm. Ugye be lehetne futni ugye ebbe a poziba, ide a bokorba. De az eléggé veszélyes. Illetve el lehetne jönni ugye ide a lenti részhez, az épülethez. Azt mondom egyébként, hogy három arti van, és csak egy könnyű tank. Ez nekünk szerencsés, a többi játékosnak annyira nem. De inkább ezt a részt választottam. Ugye hoztam a spotoló szettemet, parancsnoki látási rendszer, távcső, meg kibufogó. És már rohannak is le a bokorban. És be akarok állni ebbe a pozícióba. Ha, ott a B. Széken hátba fogom tudni lövöldözni, B-vel oda kivenni egyébként. Az a legjobb, legjobb play, srácok, hogy a Mantit kiszpotoltuk. Lövök is bele egyet, utána újra felszpotolom. Legalábbis megpróbálom. Egyébként az nagyon-nagyon fontos információ, srácok. Azzal konkrétan meg tudom nyerni a mérkőzés, hogyha a Mantit esetleg ki tudnánk szedni. Még egyet? El van stunolva, így nem fog engem kiszpotolni. Még egyet, srácok, lőjét ne engedjük el. Ugratás közben nagyjából kiszámoltam, hogy hol lesz. Hát ez, srácok, ez... Az egyik legjobb lövés volt, amit ebben a meccsbe leadok, az fix. És figyeljetek, így, hogy meghalt a Monty, így be tudunk jönni az ellenfél alá. És tudom őket spotolni. Jó, már rohanok is. És a B-t egyébként hátulról meg fogom tudni lövöldözni. Innentől kezdve konkrétan az ellenfélnek ezen a mezős részen nincsen esélye. B-nek próbálok adni egyet, sikerült is. És ott a Leo. Jó lenne, hogyha ellőnék. Esetleg a grillen megdúrogtatná. Jó, kap is egyet. Jövök. Hogy esetleg ki tudjam spotolni az, hogyha itt a ásoron valaki ül a bokorba. Jó, a B közben meghalt, ez nagyon jó. Aha, nézzétek meg, mit találtam. Megtaláltam a fészket. Ujj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 
figyeljetek, ez 60 millió tank, lehet lövöldözni. A medek egyébként nem számítottak arra, hogy ide be fogok jönni, de ezt soha nem szabad csinálni, amit ők csináltak. Mert jön egy könnyű tank, aki megcsinálja ezt, amit én, dob egy spotkört, ugye van parancsnoki látási rendszerem, kispotolom őket, és jönnek ez a vége a dalnak. És én mögöttem meg nagyon szépen lövöldözték el, amit spotolok, úgyhogy ez így 10-10 volt. Egyébként még nincsen meg egy FATD, meg egy STRV, úgyhogy arra vigyázni kell. Szépen lassan fogok előre jönni, ott a Leo. Ott a Becset. Hol vannak a TD-k? Meg van az FATD, ott az Arti. Le van stunnolva, most lövök, amikor beér a bokor mögé, és sajnos nem talált. A másik Arti. Kedvencem egyébként a könnyű tankokkal, amikor tudok Artira vadászni. Nincsen ide lövegsüllyedése. Jó. STRV, rám néz, rám fordul, úgyhogy nem jövök el erre. Lőtt az STRV. Artiból lövünk egyet, és az STRV-re majd valószínűleg hitlőszert kell lőnöm. A srácok, ez egy nagyon-nagyon szolid kezdés volt. Ezen a pályán egyébként ilyenkor lehet nagyon szépen ugye counterelni a könnyű tankot abból a pozícióból, amit mutattam nektek, mert tényleg, hogyha ott megpróbál a bokor sorba bemenni, kicsit előrébb jönni, akkor pont, hogyha jó ütembe elszpotoljátok, akkor a csapat onnantól kezdve már ugye meg tudja ölni. Hogyha Monty valamilyen passzív bokrot választott volna tőlem ugye jobbra, akkor nagyon nagy bajba lettem volna, mert nem tudok úgy bejönni,
hogy ugye elszpotoljon a Monty, vagy ne spotoljon el a Monty, és ugye a hátul lévő közepes tankok azok szétlőttek volna, mielőtt ugye beérek a poziba, úgyhogy ez így nagyon-nagyon jól jött ki az a lövés, az tényleg nagyon fontos volt a Montykorra, hogy bevigyük. 5800 sebzéssel, vagy bocsánat, 5800 sebzés, 5800 asszisztal, illetve 2800 sebzéssel 3 killen indítottunk, sajnos tankász nem lett, az lett volna még a nagyon király dolog, de ezzel elégedett vagyok. Ahhoz képest, hogy ez a tank mire képes, ez egy fantasztikusan jó mérkőzés volt, és még kreditet is kerestem vele. Ugye alapvetően ez a tank, ez hasonló akar lenni, mint a T-100-as, hogy egy páncélozottabb könnyű tank, tehát kicsit olyan, mintha egy közepes tankot, mely egy könnyű tankot így összegyúrtak volna, de valahogy szerintem ennél a tanknál, ami nem igazán, nem működik az, ami a T-100-asnál. A T-100-ashoz sokat szoktak pattogni, ugye már lapos, illetve eléggé nagy, megdöntött páncélrészek vannak rajta, míg ezen a tankon nem igazán van ez, tehát erről nem igazán szoktak ugye az emberek pattogni, illetve a T-100-ason a tűzerő a sokkal jobban, az ágyúkezelhetőség ezen a lövegen szerintem sokkal-sokkal jobb, míg a VZ-n ez a magas alfa, ez nem rossz, de cserébe a szűkülési idő az nem rossz, az pontossággal vannak problémák, az átütési értékek azok megint nem rosszak egyébként, de valahogy ez az ágyú nem érződik olyan fantasztikusan jónak. Tehát közel sem olyan, mint mondjuk ennek az RH-nak annak a lövege, hiszen mind a három lőszertípus az nagyon jó. Ezen a tankon ugye nincsen jó repeszlőszeretek, a DPM érték sem kimagasztóan jó, bár 2800 amúgy nem borzasztóan rossz, csak nem tudom, az álcázása sem annyira jó, tehát nincs egy olyan tulajdonsága a tanknak, ami nagyon jóvá tenné, mert ugye a T-100 LT amellett, hogy viszonylag jól páncélozott, még ugye jó álcázási értéke rendelkezik, tehát amúgy passzív spotolása is tökéletes, míg a VZ eléggé nagy, és sokkal-sokkal rosszabb az álcázási értéke, jól tudom, mint a T-100-asnak, és nem fogtok tudni vele olyan jól spotolgatni. Úgyhogy szerintem ezt a tankot inkább sebzésre kell használni. Hasonló tank egyébként, mint a Sheridan, hogy nem szabad úgy használni, mint egy tradicionális könnyű tank, hanem inkább sebzésre kell vele fókuszálni, és amikor olyan szituáció adódik, hogy mondjuk megöltétek a könnyű tankokat az ellenfélnél, akkor be tudtok menni, és agresszívabban tudtok játszani. Jó, figyeljetek, hogy a felszerelésszett, a spotoló szett az teljesen standard, azt már több videóban mondtam, illetve a második szetten pedig egy ilyen tűzerő szett, oda pedig hozhattok akármit, amit szeretnétek, én a szellőtöltést, ami mellett tettem le a voksomat. A harctér módosítások, azok így néznek ki, srácok, jobb oldali, baloldali, illetve jobboldali, itt meg ugye ki lehet választani, hogy mit szeretnétek ugye boostolni, az teljesen rajtatok áll, hogy melyiket fogjátok választani. Na jó, srácok, nagyon jó körrel kezdtünk, ugunk be a következő csatába. Na srácok, amennyire jó volt az előző csata, szerintem ez annyira rossz lesz, hiszen Airfield-el játszunk, ami az egyik legrosszabb pálya könnyű tanknak, szerintem. Úgyhogy meg ügyesen kell játszanunk, azt kell gondolom, hogy vagy azt gondolom, hogy egy ilyen 4-5 ezer kombinálatot ki tudunk hozni, az már egy jó eredmény lesz. Ugye nincs olyan jó lövegsvédésem ezzel a tankkal, úgyhogy nem sok pozíció játszható nekem. Az első, amit megpróbálok játszani, az itt a bokornál van. Az ellenfélnél van egy tesa, illetve egy 13-90, ezeket ki tudom játszani. Be akarok jönni ide, a tesa fölment a párkányra, de a párkányról le is esett valamiért. Lehet csak így dobta a spot körét, tudjátok. Azért szeretem ezt a pozíciót, mert olyan tankokkal is meg lehet játszani, aminek nincs olyan jó lövegsüllyedése. Illetve ugye be lehet lövöldözni azt a részt, hogyha ott valaki felszpotolódik, ugye a TD-k szoktak néha-néha túl közel állni a nehéz tank dőngőhöz, a nehéz tank dőngőből felszpotolják őket, és akkor én innen ugye meg tudom lövöldözni. Ugye alapvetően itt szerintem ilyen passzív, támogató szerepkört szeretnék játszani, ahogy mondtam, inkább kicsit olyan leszek, mint egy közepes tank ebbe a körbe. 13-90, az dobott egy spot kört. Igen. A tesa az visszament a párkányra. Ugye a tesáról tudni kell, hogy nagyon rossz az átszázási értéke, tehát talán ki tudnám spotolni ebből a pozícióból. Egyelőre nem úgy néz ki. Vigyáznom kell, mert ugye a bázison ülhetnek. Ajaj. A fos ez agresszív. Adok neki egyet. Azt hittem egyébként meg fogja nyomni a W-t, aztán meghalunk. Az E1-es az összerodzsolódott. Az E100-as nem lehetne hátba lőni?
Csak a tesa van ott fönn. Jó, kapja is. Most a tesa elkezd minket pütyögtetni, azzal nem foglalkozom annyira. Jó. Egyébként ide néz. Nem is láttam, hogy ide néz. Láttam, hogy fordítja a tornyát. Vigyáznunk kell. Az én spotom lőtt. Jó, adok neki még egyet. És egyébként a T-57 az ki is tárazta. Ezért nem szabad előbe bepusolni sose úgy, hogy nem, hogy biztos abban, hogy a középső rész nem fogod elveszíteni. Mert ugye hátba farmolnak téged. Lehet, hogy mindig spoton vagyok. Lehet, hogy a tesa spotol engem. S-100-os lőtt. És 13. Ott van len. Próbálok egyet lőni abba a 777-be, és a T-57 segítségével meg is tudtuk ölni. Ez amúgy nagyon jó. Azt támad? Jó. Ott van a csé. A katafos, ez nagyon jó. Nem tudom meglőni ott. Kicsit fölé ment. Semmi baj, a 263-ra talán van egyébként innen lövés. És állítok a lövegsüllyedésen. Kéne, hogy elforduljon. Igen, picit fordulj. Ejjjjjjj, srácok, hát ez nem egy egyszerű lövés. Megpróbálom az alvázat ellőni, de ez nem a legpontosabb löveg. És nem számítok arra, hogy be tudom lőni. Hogy lehet, hogy menni kéne agresszívan játszani. Zárom, meghalt, jó. Jó, srácok, én megpróbálok a bázisra bemenni. Lehet, ott lesz előttem a 430. Nem, az mindig ugyanabban a poziban van. Meg van a tesa. Adok neki egyet. Nem akarok kapni közben a TD-től, úgyhogy visszahúzom. És innen egyébként egész szépen tudunk farmolgatni. Most nagyjából esett már rólam a spot. Szerintem ott be tudom lőni hítlőszerrel ilyen szögből. 280-as átütés az nem olyan rossz, úgyhogy meg tudom lőni. Ráadásul mivel dupla bokrozom, ezért még kicsit spotolt minket. Na, sajnos az nem talált. Szemben egyébként még nagyon jó HP-n van. Az még jobb szöbe van nekem. Be is fogom tudni ütni. Közben hátról nem spotolnak minket, ez nagyon jó. Megpróbálok agresszívan menni előre. Ugrott, ahol egyébként az 50B ide néz. Ezért töltök egy repeszt a VTPZ4-re. Ez nem rám néz. Jajjajjaj! És repesszel beütöttem úgy szemből. De így bekapcsolt az adrenalinom. Meg tudom ölni. Na jó, srácok, figyeljetek! Lehetett volna egy picivel több sebzés is, de ahhoz képest azt mondtam, hogy ez egy nagyon rossz pálya nekem, ahhoz képest megint nagyon jó sebzést ki tudtunk hozni, illetve még spotolni is tudtam. T-57 tár az nagyon jó volt például az S-100-asba, ott nagyon szépen ki tudtam használni azt, hogy az ellenfélnek nem volt túl sok tankja a párkányon, illetve tudtam, hogy CVS-szel, meg távcsővel ki fogom spotolni, hogyha ott lesznek, csak egy könnyű tankot nem spotolok ki, úgyhogy ezt kihasználtam az előnyömre, és egy egész királykör tudtam gurulni itt. Tényleg amúgy ez egy viszonylag dinamikus meccs volt, általában nem ennyire dinamikusak a meccsek ezen a pályán, úgyhogy alapvetően nézzétek meg, top sebzőként tudtam kijönni, 3700 a top sebző, egy full tier 10-es, nem egy 10-es per 9-es csatába, ami hát kicsit kevés, de igazából ez van, az XP-ben meg a második helyet hoztuk el, ez akkor ez drága volt nekem, mert ugye kellett lövöldözni hitlőszerrel, és abból is szerintem egy pár mellé ment, úgyhogy ez van, srácok, egy ilyen kör az ennyibe kerül. Na, ugrunk be a következő csatába. Egyébként mindig ez történik, srácok, hogy
Van egy tank, amiről elmondom, hogy rossz. Például a Tesla videó is ilyen volt, hogy az már előre tudtam, hogy mire számít csak a videóban, meg mit mondjak, mert ugye kipróbáltam streamen a tankot, és mondani akartam, hogy ez egy rossz tank, kipróbáltuk, és tök jó meccseket sikerült vele gurulnom. De ez nem feltétlenül a tank előnye volt, vagy a tank miatt volt azok a jó mérkőzések, hanem viszonylag jó szituációkat kaptunk, meg viszonylag korrekten játszottuk meg. Na, figyeljetek srácok, Outposttal játszunk, ami hát közel sem a kedvenc könnyű tankpályám, illetve az ellenfelé van EBR, ami jobb nálam, illetve a Mantu is jobb nálam. Úgyhogy nem egy egyszerű szitu. Használom a spotoló szettet. Ezen a pályán nem ismerek annyira sok spotoló helyet, viszont szerintem le fogok tudni jönni itt. És be tudok állni ebbe a bokorba, csak rossz hely előtt jöttem le, és a becset beszpotolt minket. Az EBR-ről tudjuk, hogy hol van, ez jó. Bejövök ide a bokor sorba, és elvileg innen ugye spotolni fogom azokat, akik ugye ott kinéznek. Nézzétek meg, ott dől a fa, illetve nem pontosan azokat fogom spotolni, akik ugye kinéznek, hanem akik kinéznek és ellövük magukat. Van például egy FATD, ami szerintem ott lesz. Uff, a becset mit kapott? E50-em. Mantit keressük még, hogy ő merre van. Mert egyébként azt is csinálhatnám, hogy visszajövök innen és bejövök abba a bokorba. Kérdés, hogy ki tudok-e innen jönni biztonságosan? Szerintem ki tudok jönni. Maradjak? Á, nehéz kérdés, srácok, hogy hol vagyok hatékonyabb. Próbál valakit eljönni. És most ez kicsit egy ilyen jóló lesz, szerintem. De megnézzük. Ki fogok nézni ebből a bokorból, mert ez még nem egy túlságosan előre tolt pozi. Nem látok senkit, ebből ott van. Manti itt van előttem, aha. Ott van az E50-em. Mondta, ki akar-e nézni. Adtam volna neki egy lövést, de a becsetünk úgy gondolta, hogy előre megy, miután tolatott. Így nem tudtam. Az FATD hibázott. Azt gondolta, hogy a Mantira nem nagyon tudok előre menni, mert csak egy-egybe tudok vele trédelni. Próbálok spotolni. Az E50-em. Sajnos nem én spotoltam. Manti azokat meg fogja ölni a becsetet. Nem, mert repesz elő valamiért a Manti. Még AP-val meg tudta volna már ölni. Nem játszhatok agresszívabban is ennél. Ouch. Az fájt a Mantinak, az 800-ra penelte az Arting. Meghalt, nagyon jó. Az E50-em amúgy repussol engem. Ként, hogyha magasat rollolok az alfámmal, akkor meg is tudom ölni szerintem. Nem rollolok magasat. Viszont szerencsére nem kapok vissza a dövést, ez nagyon jó.
Próbálom kihasználni a tanulnak a páncélját. Repesszel kivágni? Nem lehet, nem? Dehogy nem. Okés. Nem féltérében nem tudok innen lőni. Lövök azért, hát ha. Ez nem talált. Megpróbálok előrébb kúszni. Az nem lőhető. Az ember nem itt van előttem. Az ellenfél egyébként nagyon-nagyon passzívan játszik. Mit tudnék könnyebben beütni? Hát... talán hitlőszerre tudnám könnyebben belőni azt a tankot. Én távolságra nem túl pontos az ágyom sajnos. Akkor itt talán meg tudom ölni, gyönyörű. Figyeljetek, én rámegyek, azt lerombolom az EBR-t. Oda megyünk, aztán lerammoljuk, hát ha. Vagy a konceptet. Nem tudom, ezzel a tankkal mennyire lehet jól rammolni, de most teszteljük. Ezt mellett közben kilövöm. Hopp, hopp, hopp! Hopp! Felkenjem a falra, srácok! Lepattant rólunk. Kerekes taligát feltúrtuk a falra. Hát figyeljetek, srácok, ez közel sem lett annyira epic mérkőzés, mint az előző kettő, viszont 5 kill-lel végeztünk, és még egy EBR-t is megszivattunk, úgyhogy szerintem ez már teljesen... Ez már elég a boldogságomhoz, mondjuk azt. Jó, igazából amúgy 3K assistot, vagy 3K kombinátot azt kihoztunk, ami nem olyan vészes. Ezért talán van még blind assistom is. 1875 assisttal végeztünk 1600 sebzéssel és 5 darab killel. Úgyhogy figyeljetek, XP-ben nem rossz. A vézénk az farmolt ebbe a körbe. GG's neki. Majdnem meglett a 10K. Az a gond, hogy mire kitakarítottuk itt a Mantit, meg az E50-et, addigra az ellenfél már visszavonult, illetve nem is volt ugye ezen az oldalon sok TD-vel, tehát nem is tudtam volna mit spotolgatni. Úgyhogy hát figyeljetek, ez utolsó kör, ez ilyen lett, és szerintem inkább ez az a kör, ami a nagy általánosságot jellemzi, nem pedig ugye az előző kettő. Az előző kettő tényleg egy nagyon-nagyon jól sikerült csata volt. Figyeljetek, 3 csatából hoztunk 2700 átlagsebzést, illetve hoztunk 3700 asszisztot, és ha azt számolom, akkor ez több mint 6000 kombináltas session volt ezzel a tankkal, ami elképesztően jó. Tehát erre a tankra kell, hogyha megnézitek, 4247 kombinált, hogyha három márkolni akarjátok, nagyjából mi 2000-rel ezt túllőttük, vagy még több mint 2000-re túllőttük. Ugye szerintem jól teljesítettem ezzel a tankkal, de még egy ilyen session után is azt mondom, srácok, hogy ezt a tankot nem éri meg kihúzni. Ugye ezen az ágon, hol van ez az ág? Itt van. Ugye 6-os az egy jó tank, a 7-es az nagyon jó, illetve 8-as is nagyon jó, tehát ez a 3 könnyű tank szerintem nagyon kellemes ezen az ágon, a 9-es az szerintem rossz, az kifejezetten rossz, és akkor elértek ehhez a 10-eshez, ami igazából se passzív spotolásra nem az igazi, se a tűzereje nem olyan komoly, nyilván nincs akkor a mozgékonysága, mint ennek a, mint a kerekes taligának, nem tudom, valahogy ebben a tankban nincs semmi olyan, amire azt mondanám, hogy na, ez az, amiért lehet játszani ezt a tankot, mert ugye ott van az RHMPZ. Az RHMPZ-t azért játszod, mert az ágyúja, illetve a damage potenciája az nagyon-nagyon jó. Ugye a T-100-as azért játszod, mert nagyon jó tűzerővel rendelkezik, emellett nagyon jó páncéllal és spotolási képességgel, tehát ez ilyen mind az egybe a tank. Mondjuk az EBR-t azért játszod, mert megint hatalmas potenciális sebzés, illetve nyilván a sebessége miatt hatalmas potenciál van benne a spotolásra is. Ugye Mantit azért játszod, mert az egyik legjobb spotter a játékban, a legjobb passzív spotter, ugye pici, be tud bújni a bokrokba, nagyon-nagyon nehéz kiásni, hogyha nem hibázik, és igazából ugye maradt nekünk a Sheridan, a 1305, a Tesa, meg a VZ, és a 1305-öt még lehet azt mondani, hogy amúgy jó, mint egy kis becset, és még nem annyira rossz, de ugye van nekünk itt a Sheridan, meg ez a VZ, meg ez a Tesa, ami szerintem olyan könnyű tankok, amik ilyen egy-egy csatára működni fognak, de összességében nem annyira meta közepes tankok, nem annyira meta könnyű tankok
Szerintem ezt, ahogy említettem nektek, ezt a Sheridant is, illetve ezt a WZ-t is inkább közepes tankosan érdemes használni, ha valaki ezekkel szeretne játszani. Nem feltétlen arra használod őket, hogy spotoljatok, főleg nem, hogyha mondjuk egy T-100, egy Monty, meg egy EBR van ellened, akkor eléggé nehéz játszanod a spotter szerepkört. Srácok, én azért remélem, hogy élveztétek ezt a videót. Nem ajánlom kihúzni ezt a tankot, szerintem csak időpocsékolás és kredit, illetve XP pocsékolás. Ezt nyugodtan kihagyhatjátok, amíg majd esetleg a Wargaming ezt is erősíti, mint ugye tette ezt a RHMPZ-vel, mert ugye ennek a tanak szerintem már egy ideje ráfér az erősítés. Szerintem, hogyha az ágyúját jobban tennék, esetleg még lövegsüllyedést is kapna, ugye 5 fok lövegsüllyedése van, akkor egy élvezhetőbb járgány lenne, de jelenlegi állapotában egyáltalán nem éri meg kihúzni. Srácok, még egyszer remélem, hogy élveztétek ezt a mai videót, tudtam nektek segíteni, hogyha igen, akkor egy like, illetve egy feliratkozással tudjátok nekem ezt jelezni, és akkor találkozunk a következő videóban, vagy pedig a streamen. Szevasztok!